Üdvözlök mindenkit, Nekroxim vagyok, jöjjön egy kis Destiny, igen, tudom, csak lusta voltam, igen, szerettem volna nagyon csinálni videókat, de kicsit le is vagyok maradva, de nem baj, be fogom magam pótolni, úgyhogy mostani videóban fogunk beszélni, akkor hogyan a formulás Destiny-nek formálisan egyik fontos része azok a public eventek, és akkor szeretném, hogy mindazoknak, akik még nem tudják, vagy esetleg nem jöttek rá, hogyan csináljanak egy sima public eventből heroic public eventet, és a jövő generációjának is fennmarad, akik Destiny-zni fognak. Nos, és ezúttal is szeretném mondani, hogyha szeretnétek csatlakozni a The Necro Army-be, akkor nyugodtan lehet csatlakozni a klánoknál, a weboldalnál. Beírjátok a Necro Army, hagyok linket itt ennek a videónak a leórásba és leírásába is. Nyugodtan lehet csatlakozni, aktív játékosokat szeretnénk, akikkel lehet majd menni raidezni, följárnak a Discordunkra, stb. De ezt majd 2018-tól is amolyan hivatalosan be fogjuk jelenteni, de addig is térjünk rá a lényegre, hogyan csináljunk sima public eventből heroic public eventet, ha valamit kihagynék, vagy valamelyik eventet kihagynám, vagy valami, akkor kérem, írjátok le a kommentbe, hogy ezt kihagytad, és így, és így kell csinálni, mert megeshet, mert annyi videóanyagom van, hogy nem biztos, hogy megtalálom mind az összeset közöttük, úgyhogy, ja, vágjunk is bele a lényegbe. Nos, akkor az első ilyen event legyen a Glimmer fúrós, amit a Fallen hoz le. Ennek a lényege, hogy heroikot csináljunk belőle, az, hogy miközben ez a fúró vagy valamicsoda aktív megjelenik egy ilyen kis, nem is tudom, hogy hívjuk ilyen támogató egységnek a fúróhoz, és azt szét kell lőni minden helyszínen, és hogyha szétlőjük minden helyszínen, sikerül szétlőni, akkor válik heroik az event, mégpedig ennek a jelzés az lesz, hogy a fúró maga az összeomlik, leesik, és egy csomó ilyen glimmer lesz a földön, egy körben, amiben nektek bele kell állni, és el kell foglalni adott idő alatt. Az enemiknek az szintje életere megnövekszik, plusz leszpónol egy kapitány féleség is, akit ki kell nyírni. Hát nem lesz probléma, ha több mint ketten vagytok. Ha ketten vagytok, akkor se probléma, ha egyedül vagy se probléma, csak nagyon macera elfoglalni és megtartani a helyet. De a lényeg az, hogy hogyha ezeket az egységeket szétlövitek, akkor minden helyszínen akkor válik heroika az event, és lehet darálni mindenkit. A következő event legyen a Cabal fúrós, ha már fúróknál járunk. Na most ugye itt megjelenik egy nagy fúró, aminek be kell állni a közepébe, és el kell foglalni a helyszínt. A bónusz ennek az egésznek az az, hogy a fejed fölött van egy nagy-nagy hajó, ami lefelé bombáz a földre, úgyhogy ezt folyamatosan el kell kerülni. De hogy hogyan csináljunk ebből a public eventből heroic eventet, mégpedig úgy, hogy egy adott ponton, amikor olyan 40% körül jártok a foglalással, a fúrónak a foglalásával, megjelenik egy Cabal ilyen kis harci kis hajó, és az röpködött körbe, és egy adott ponton megáll, és rátok lő, de már célszerű elkezdeni lőni, amikor körbe röpköd, hogy amire megáll, kevés élete legyen, és akár egy személyben is le tud lőni, hogyha szükség van rá, mert hogyha azt a kis hajócskát lelövöd, akkor átmegy az egész event heroikba, megjelenik a boss, és a boss legyűrése után akkor meg lesz csinálva a heroic event, és ugye hát nagyobb eséllyel kaphatunk jobb, szebb és több jutalmakat. A következő legyen a Taken által generált public eventből hogyan csináljunk heroikot. Na most ez egy kicsit trükkös, mert amikor a videóanyag maga készült, akkor még én se tudtam, de azóta tudom, hogy hogy kell csinálni belőle heroikot. Na most, a dolgoknak a lényege az ugye, hogy leszpónolnak ezek a fekete, leszpónol ez a nagy fekete gömbszerűség, és mellé leszpónolnak ezek a kis fekete gömbszerűségek. Na most, ahhoz, hogy normálisan fejezd be a public eventet, ahhoz csak szét kell lőni a kicsiket mindenhol, és akkor véget ér a public event, na de, ahhoz, hogy heroikot csinálj belőle, ahhoz be kell menni egy ilyen kicsi fekete gömb alá, majd ki kell gyere a kicsi fekete gömb alá, és akkor egy 5 másodperces buffot kapsz, amivel lőheted a nagy fekete gömböt, ami megjelenik, és hogyha már elég damage-et díleltetek a nagy fekete gömbnek, úgy ezzel a kibejárkálással a kicsik alól, akkor átvált heroikba megjelenik egy boss, megint csak legyűröd a boss-t, és voilà, c'est fini, győztél című történet. Talán ez az egyik legmacerább, bár van még egy ettől is macerább heroikba váltás, de ez az egyik talán legmacerább.
A következő event legyen a Vex-nek eventje, amit leginkább Nessus-on fogtok megtalálni. Konkrétan, hogy átváltson ez publicból heroikba, az úgy történik, hogy ahogy elindul maga a public event, megjelenik ez a Vex szerkezet, amiből ilyen energia nyaláb szerűségek állnak ki, három darab energia nyalábnak a végéhez oda kell állni, és ott megjelenik egy adott pont, amit el kell foglalni, mint hogy ilyen domination játékban lennél, és ugye elfoglalta 100%-ra mint a hármat, akkor válik heroikká az event, megjelenik egy nagy hydra boss, azt le kell gyűrni, illetve konkrétan mindenkit a környéken le kell gyűrni, és akkor véget ér az event, és lehet felvenni a jutalmakat. A következő event legyen a nagy szemes event, én csak úgy szeretem hívni, hogy a szemes event. Na most ennél hál' Istennek olyan tűde nehéz dolgunk nincs, bár a hátrány az, hogy néha ez a nagy szem elteleportál minket mindenhova. Na, de amit csinálni kell, az, hogy ez heroikká válhasson. Mégpedig biztosan észrevettétek, hogy egy adott pont, amikor lövitek ezt a nagy szemet, nem lehet lőni, mert immunis lesz, és elshieldeli ezt a nagy szemet egy kis szem. Na most, szét kell lőni ezeket a kis szemeket, és egy adott ponton egyszerre jelenik meg három kis szem, ami shieldeli a nagy szemet. Na most, ha szétlövitek a három kis szemet, mielőtt még eltűnnének, akkor válik heroika az event, és lehet darálni a nagy szemet, az ellenfelek viszont kicsit keményebben lesznek, többen jönnek, és a többi, úgyhogy lesz ott küzdelem bőven, de ahhoz, hogy átváltsátok heroikba a három kis szemet, szét kell lőni, mielőtt még eltűnnének, és elég rövid idő áll rendelkezésre, úgyhogy becsülettel kell adni nekik damage-et, gránát, aknavetők, rakétavetők, ulti, minden, ami van belefére, mert gyorsan szét kell őket lőni. Következő a sorban a tankos event, nekem ez az egyik kedvence, nem tudom miért, csak ezt szeretem csinálni. Ennél sincs túl bonyolult dolgunk, ugye leszpónol a tank, és a térdét lövöd, az az érzékeny pontja, és egy adott ponton a tank összeomlik, kinyílik a motorháztete, és azt kell lőni. Na most ennek hatására ilyen kis energiagömbök pattannak ki belőle, és ezeket az energiagömböket meg kell fogni, és bele kell helyezni ezekbe a shieldelt kupolákba, ami alatt egy rakétavető van. Három darab ilyen van, tehát összesen 6 energia ilyen gömböt kell belehelyezni, ezt akár egy személyben is meg tudod csinálni, hogyha senki nem segít, és hogyha elég gyors vagy és ügyes, meg lehet csinálni, hogy heroikba forduljon az event, és hogyha mindegyik alá bepakolt, tehát heroik lesz az event, elő az rakétavetőkkel is lehet lőni a tankot. A bónusz az egészben az, hogy bejön még egy tank. Na most azt, ha a második tankot is legyűritek, akkor lesz vége a heroik eventnek. Nos, a következő legyen a második kabál fúrós, ahol egy nagyobb fúró van a kabálnak, és azt kell legyúrni. Na most ennél, amit csinálik, ez a legmacerább, és talán a legnehezebb, hogy átforduljon híróikba. Úgyhogy egy kis koordinációt kíván, és az, hogy mások is tudják, hogy fordul át ez az esemény híróikban. Na most ugye van ez a fúró, és ahhoz, hogy átforduljon híróikban, ölnöd kell, és egy adott ponton, ez természet tétől fogva jön, meg fogsz ölni egy kisebb boss-t eme fúró környékén, ami triggereli az eventet, mégpedig egy nagy shield lesz a fúró körül, és a fúrónak ennek hatására, hogy megölted ezt a kis boss-t, a fúrónak ki fognak nyílni a szellőzői, és a szellőzőket szét kell lőni, és ennek három stádiuma van. A nehézség ebben, hogy miközben a shield alatt vagy, és lövöd a fúrót, folyamatosan égsz. Nos, és ennek három stádiuma van, mind a három stádiumban megölöd ezeket a kis bosszokat, és akkor először legfölül, majd középen, majd alul a fúró alatt nyílnak ki a szellőzők, és ha mindegyiket szétlövitek, amiből van egy pár, talán jó 6 darab összesen, talán több is, nem tudom teljesen pontosan, de ha mindegyiket szétlövitek, akkor lesz heroik az event, jön a boss, legyűröd a boss-t, és felrobban a fúró, és voilà, c'est fini, boldogság van, de ez az egyik legmacerább publicból heroikká csinálós event. A következő és egyben utolsó event, legalábbis azt hiszem mindegyik eventet összefoglaltam, legyen a Hive-nak az eventje. Na most ennél mit kell csinálni? Bemész a kis Hiveborgon, amúgy ez az event specifikusan a Titanon érhető el, bemész ebbe a kis óduba, ahol ők ott vannak,
és megjelenik két varázsló. Na most, azokat le kell ölni, de ahhoz, hogy le tud őket ölni, bele kell állj ebbe a körbe, amiben én állok most, és hogyha ez a kör így, nem tudom, lejár, kihúnyik a fénye, akkor elkezdheted lőni ezt a varázslós. Ezt meg kell ismételni a másik varázslóval is, ugyanúgy, és hogyha mindez megvan, akkor a jobb és bal felső sarkaiba ennek a kapunak, ahonnan jönnek ki a Hive enemik, jobb és felső sarkaiban lát, hogyha ott szét kell lőni ezeket a kristályokat, ha szétlődik ezeket a kristályokat, akkor megjelenik egy baszott nagy enemi, egy baszott nagy baltával le kell darálni az enemit a baszott nagy altával, és meg kell nyerni az egész játékot. Heroic Event Complete! Készüljetek fel ultikkal, mindennel, mert sokan lesznek, és móka, hogy közéjük lehet lőni jó sok mindent. Nos, srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem tudtam segíteni. Köszönöm a figyelmet. A következő Destiny videóig, ami több valószínű, arról lesz, hogy hogyan szinteljünk, hogyha meg leszünk akadva egy szinten, de mégis tudjunk szintelni. Értitek? Na, jó van. Köszönöm a figyelmet, kövessetek Facebookon, joinoljatok a Necro Army-ba, link lesz a leírásban. Sziasztok!